Sziasztok, Csámjog, és elérkezett a Liverpool Upgrade újabb része. Előző részben ugye informkolatúrét fejlesztettük Simáról. Igazából annyi változás lenne, hogy már megmondtam, hogy mindig ilyen nagy ellenfeleket kapok, mint mindig, és ezért telítettem bronzemberrel a padot. Hát, ha így jobb lesz, majd az izé, akiket kapok, mert az nagyok ellen nem tudok egyszerűen játszani. Nem azt nem tudok, de amíg itt van Rossettier például, addig nem lehet ellenük játszani, mert nem tudok mit kezdeni. De hát, ha így jobb lesz, kíváncsian várom, hogy mit tudunk kihozni ebből a mai részből. És megint egy 75-ös besorolás, mondjuk ez már csak 3-mal jobb. Ez egy full ezüst csapat, ami majdnem mindegyik, nem teszem a liga neve. Nem Algéria. Szaúd-Arábia. Meg volt egy bal hátvéd, ez egy portugál bal hátvéd volt, meg a kapus, akinek rossz lesz az összhangja. Még ő az, aki francia bajnokságból volt. Inks. És kirúgja a stadionba, hát nem hiszem el. Így is olyan kevés lövő helyzetünk van, az ilyeneket már be kéne lőni. José Enrique. Dejan Lovren. Végre! Istenem, ez ki volt? James Milner szerezte meg ezt a gólt. 1-0-ra vezetünk. Egy lecsorgott James Milner váltott gólra. Láthatjuk. 21. percben vezetünk James Milner góljával. Shaman. Az is a nagy labda, és... Hát ezt nem hiszem el, ezt se bírjuk ki kapott gól nélkül. Tele van. Tökünk már. Az 36. perc is 1-1. Ez az egy gyönyörű játék így, gyönyörű játék. Ibe belövi. 2-1 az állás most, Ibe szerez gólt. Szerencsére gyorsan visszavettük a vezetést magunkhoz. Ez most elég hülye hangzott, de mindegy, Ibe megszerezte a gólt. És... Ja, folytatjuk tovább. Át tudja verni Diágót? Danny Ings! Hát ezt nem hiszem el. Még Milnerhez került vissza a labda. Milner megcsinálja a cselt, és nem tudja beadni. És fél idő van, 2-1 az állás. Igazából... Ja, mi uraljuk a meccset, nekik 2 lövésük volt max. 5. Hát nem tudom, ebben a hazadások is benne voltak szerintem. Megyünk tovább, dolgozunk tovább, megnézzünk valamit. Danny Ingsnek kéne egy asszisztot adnia, vagy ugye 2 gólt Jordan Ibe-nak, vagy Milnernek, de hát meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni. Behozza. Thiago neves. Olyan simán. És most ebből kapunk a gólt. Hát ezt nem hiszem el. Elszorokoztam a saját helyzetemet, és gólt kapunk utána. Bosszantó. És ez most tényleg nem is az, hogy játék hiba, mert ez az enyém volt. Mindegy, ezt még lehet javítani, mert tényleg egy átjáróház a védelme nagyjából. Megint megáll Ibe. Még akkor is, hogyha rossz volt a passz. Miért áll meg? Milner! Ibe megteszik! Ibe mit csinál? Ilyeneken bukom el a meccseket. Ez már nem volt annyira szép. Az viszont gyönyörű volt.
Te nézz, ezt kihagytad, nem mondod komolyan. Aj, pedig ez gyönyörű labdajáratás volt. Ezt is szerintem. 9 egész, talán a Man of the Match. Abba bízom, hogy Milner lesz a Man of the Match. Vége. Megnézzük most a dolgot, hát nagyon felhozták a végére. Most megnézzük, hogy ki lett a Man of the Match. Ugyebár. Milner. James Milner lett a Man of the Match, ezért az ő posztján fejleszthetünk egyet. Ennyi. És aztán igazából tényleg ennyi. Akkor majd a 2x15 perc után jövök vissza Milner fejlesztésével. Itt is vagyunk a fejlesztett játékosunkkal, aki nem más, mint a 90-es tempójú Lazar Markovics négyszögös cselezéssel. Hát nem tudjátok elmondani, hogy mennyire vártam egy ilyen emberre, aki gyors és jól cselez, mert Suzo jó volt, csak picit lassúká volt, de mégis négyszögös cselezése volt. Milner pedig lassú is volt, meg háromszögös cselezése is volt. Bízom benne, hogy Markovics kellőképpen jó lesz. A meccs vége amúgy az előzőnek 11-esekkel nyertem. De hótunalmas volt, szóval nem maradtatok le semmiről. Reméljük, hogy most már meg lesz valahogyan végre az a rohadt két assziszt, hogy tudjuk fejleszteni Rossittert, mert szeretnék tovább lépni végre rajta is, meg Joy ellenen is most már. Pár ember már nagyon régóta van a csapatban. Mindenfelünk FC Birkfeld skill néven, és 2 darab ecsőrs cselező van nála. Plusz egy közepes csapat. Hát megnézzük, hogy tudunk kihozni most már. Ez az, végre! Rossettier gólpasszából Danny Ings szerzi meg a 10. percben a gólt. Eddig csöndes voltam igazából, mert most már koncentráltam. De ha ez így marad, akkor nagyon boldog leszek. Végre Danny Ings megszerezte az első gólját. Inks megszerzi a labdát. És belövi. Nagyon közelről, de belövi. Danny Ings 2-0 az állás. Danny Ings duplájának köszönhetően, hogyha itt meg lesz a tripla, akkor lehet, hogy Inksnek ennyi volt a pályafutása a Liverpoolnál. És megyünk tovább a következő csatára, aki szintén egy jó kis gyors csatár. Bár igazából a két gólpassznak jobban örülnék. Amit most ki is hozt. Rossettier! Danny Ings begurul. Megvan a két gólpassz. Ez biztos, hogy gólpassz volt. És Mester 3-as, és... kettőt fejlesztünk. Már biztos. 22 perc alatt végre találtunk egy olyan ellenfelet, aki ellen lehet játszani is. Danny Ings ad egy kötényt. Megalázza az ellenfelét, Danny Ings. Rage Pit. Jól látom, Mignolet 10,0. Tudnám fejleszteni kapusposzton, de kapusposzton nincs hova. Ez a bajom. Mindegy, Danny Ings Mester 3-asa. Könyvelve. És Rossettier dupla, két gólpassza miatt. Kettő fejlesztés is végre tudunk vinni. Valami, mit nem kaptunk gólt, azért egy védelemben is tudunk vinni egy fejlesztést. Nem is kellett szerelni őt. Hát, legyen. Egy középpályás, egy védés, egy támadó fejlesztés van. Lehetővé téve. Itt is vagyunk a fejlesztések végével. Az első fejlesztett játékos... Előről. Az első fejlesztett játékosunk nem más, mint Dejan Lovren, akit upgrade-eltünk. Őt először be akartam rakni amúgy 79-es Lovren helyett, aztán kapcsoltam, hogy... De az úgy nem is timmel. És... Szóval ő már régebb óta megvan. Hát igazából kapott egy plusz egy védekezést, kapott plusz 2 fizikát. Bízom benne, hogy minden rendben lesz vele. Még nem játszottam vele egy meccset se, szóval ő is újdonság lesz. Másik fejlesztett játékosunk sima. Még nem upgrade-elt Henderson. Neki igazából a statisztikai mindent elmondanak, ilyen 70 vagy a fölött van a kivéve a lövés. Azt bízzuk rá Danny Ings-re. És így vagyunk vele is.
nem játszottam még egy meccset se. Hát, bízom benne, hogy jó játékos lesz, most már nincsen bronz játékos a csapatban. A harmadik fejlesztett játékos pedig Fabio Borini. Igazából ezen a poszton elértük a csúcsot, miután nincsen más játékos, hanem Borini a legjobb elem, vagy elvé, és pont ezért ő lesz a végállomása ennek a posztnak, ha csak a Liverpool nyáron még nem igazol valakit, mert azt feltétlenül beszerezzük. De addig is igazából ő lesz a legfelső foka a bal szélső posztnak. És akkor szerintem már ennyi volt ez a rész, most kifejezetten sokat tudtunk fejleszteni legalább egy rész alatt. Reméljük, hogy a következő pár részben is tudunk majd ilyen eredményesek lenni, és akkor hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy miért nem tetszett. Én Csanád voltam. Sziasztok!